לומדים בכתבי בעל הסולם את הפתיחה לפירוש הסולם בעמוד Kabbalatban című könyvben olvasunk, bevezetés a szulám kommentárokban, mondják az oldalszámot, a 22-es ponton fogjuk olvasni. Kérdések lehet föltenni a Kamara TV-n keresztül, kívánok kérdések, kérdések sokat a lecke során. Tehát még egyszer mondják az oldalszámot a Kabbala tanszámú könyvből, 22-es pont. Az alcím, az ugye az, az felfoghatatlan. Tehát, hogyha a malkut nem emelkedik fel a bínához, a zon nem tudja megkapni a mohinokat. A malkut felemelkedik a bínához, ugye? A második megszorítást létrehozva. Ez azt jelenti, hogy ha ez nem történne meg, akkor a zon nem lenne, nem érdemelhetne ki fényeket. Azonban, hogyha a malkut felemelkedik a bínához, akkor megkaphatja a mohinokat. Itt egy ellentétesség látszik. Na nézzük meg, hogy ez mit jelent. 22-es pont. És itt meg kell, hogy értsük, hogy önmagában a zon érdemtelen a mohinok megszerzésére, a fények megszerzésére, mivel a zonnak az eredete az a tabur de Adam Kadmon alatt van. Sőt, nem csak, hogy a tabur alatt van, mondja a rab, hanem ez a legalsó része a taburnak, tehát még a parsz alatt is, mondja, ahol a malkut, a malkut felett az ítéletek uralkodnak, a megszorítás ereje, amely képtelen teszi a felső fény megszerzésére. Mégis, azáltal, hogy a bína és a tiferet malkutja a jeszutnak felemeli a zont, ilyen módon a jeszuttal felemelkedő zon eléri a jeszutnak a szintjét, és meg tudja szerezni ezáltal a felső fényeket. Hát érdekes, mondja rá. Mit jelent ez, amit le van írva? Hogy a Galgalta Inaim a zonon belül, tehát a zonparcifának a felső része, lezuhan a Jesuttal együtt, hozzá tapad a Jesuthoz, még akkor is a sötétséget jelent ez a számára. Mégis a Jeszuttal együtt képes visszaemelkedni. Az ápja a Jeszutnak, amikor visszaemelkedik a Jeszut magasságába, és ezáltal a Gágazanáim de zont is felemeli. Tehát a zon, a Gágazanáim zonjáról van itt szó, a Jeszuttal együtt képes már a felső bőségét megkapni a fénynek, úgy, ahogy az Ahab de Jeszutban történik. Ezt nevezzük úgy, hogy az első farta Gadlut. Hogyha a Nikodim világát rajzoljuk, rajzolok, mondja Rav. Tehát itt van egy állapot, ahol a Jeszut visszaemelkedik a saját szintjére, magával viszi azonnak a gálgátonáját, ugye az a kék a zonnak a gálgátája, a piros, az pedig az ahapja, ugye. És az Ahab de Zon az alul van, itt alul marad. Azok üres edények, ugye, ott nincs fény. Igen. Ze Ahab. Tehát, Ahab, Gálgát, Naim, ugye ezek a Jeszutot jellemzik, ez a Jeszutnak a piros, a Jeszut. A felső a Gálgát, Naim, az alsó az Ahab. A kék az a Gálgát, Naim, ott pedig alul van az Ahab. A zon. Zonra vonatkozólag. A zon az az Eirampin Nukva együtt. Garur? Az más is. Oké, mondja rá. Bitoch. Világos. Ahab de zon. És vadai gamkin. Bitoch galgal reinaim. Tehát az a fény, ami az Ahab de zonban nem tud bemenni, nyilvánvalóan azonban az Ahab de Jeszutban létezik egy fény, ez a sárga, és ezért ez kitölti a Gálgazonáim de zont is, amely velemelkezik. Ezt nevezzük úgy, hogy az első fajta gadlut, amit mi a Nikodim világában megtapasztaltunk, amikor a keter és gadluba kerül, az Abba Veima.
az pedig elér a gadlutot, szintén a keter gadlutja miatt. Kérdés ehhez? Hogy történik meg ez a folyamat? Tehát egy technikai terminológia tudnod egy példát erre, hogy működik ez? A mi életünkben jön a felső fény, belép a jesszutba. Az Ahab része jesszutnak lezuhan a gágatanáimjához azonnak. Ó, fiúk, mondja rá. Itt van a jesszut fölül, a zon alul. A jesszut a felső. Egy parcofokról beszélünk. Tehát jesszut, ott meg alul a zon. Jesszut, jöret. Morid et a habsilo. Most pedig a jesszut leereszti saját ahapját azonhoz. Az ahap ugye ez a parcufnak a felső része, vagy alsó része, tehát ez leereszkedik azonhoz. Beleereszkedik. Ken? Ze ahap. Tehát ott van az ahap része, ugye az, ami bele van olvadva a jesszutnak, az alsó része bele van olvadva a Gelgáj Vinaima. Tehát egyik a Zon Gálgátája, a másik pedig a... az alapja a Jeszutnak, ez érthető? Tehát a Jeszut önmagában... ők egy különleges gadlut állapotba került, tehát a gyermek állapot is fontos. Tehát ez az, amikor az anya leereszkedik a csecsemőjét, és úgy gügyög neki, mint hogy a csecsemő gügyög neki. Az állatok ugyanezt csinálják, így tovább. Ez egy természetes dolog, hogy az anya viselkedése hasonló válik a gyerekéhez. Ez jelenti azt, hogy a jeszut leereszkedik az Eirampinhoz. Ott van az a sárga rész. Mit csinál itt a jeszut, ami a zomban van benne? Amit én most sárgába jelölök, mit jelent ez? Hogyan... mi ugye sötétségre fogja érezni a zon. Nagyon egyszerű, mert nem ért belőle semmit. Tehát a zonon belül sötétség lesz. Mit jelent az, hogy sötétség? Cuka, te kérdezted, akkor a kapcsolat hiányát jelenti. Ez így van. Mi a következő művelet? Ez a jeszutnak a cselekedet, ez az állapot, utána mi jön, mi következik? Mapula, abba. Tehát mi a következő cselekedet, művelet? No. Lozsomel. Na? Lelotman. Nem hallom, mondja rá. Mantem el az alsó szint, azaz a sötétség ellenében, amit érez a Zerampin, az alsó hirtelen kérni kezd. Még több fényt kér, tehát azon túlmenő, amit sötétséget éred, azt mondja az alsó, hogy sötétség van, de nyilvánvalóan nem becsukott szemmel, de tovább haladok a felsővel, követem a spirituális utat, és azt kérem a felsőtől, hogy emelj föl engem, transformálj engem adakodásba. Honnan jön ez a vágy, honnan jön az erő, ami ezt megtesz, ezt a fordulatot. Tehát itt megemelkedik a man, fölemelkedik az ima, és akkor mi történik? A jeszut elkezd emelkedni az Ein Szof irányába, formázisra lép, és mi az, amit csinál? Madot, vagy abszak fényt ad a Zerampinra. Itt lehet egy kicsit különböző is, mint az abszak. De mit csinál? Akkor inkább menjünk ebbe. A cselekedet hogy nevezzük? Visszatér a saját helyére, a saját maga eredeti szintjére. Igen, vagy nem, mondja rá? Igen. Tehát ezen belül Rav rajzol. Megvan a felosztás, tehát van a gálgázenáimja, a hapja, ugye? Magának a jesszutnak. Majd pedig az ahapjához kapcsolódik.
Azon a saját Gágát a nyelvvel, és az Ahab de Zon is ott van. És az is oda tud tapadni. Itt egy kicsit, igen, rosszul. Együtt akartam rajzolni ilyen dolgot, de az nem jó. Tehát ez a Gága felemje, pedig az Ahabja Zonnak, ugye a legalsó. Tehát a Zon alsó része is emelkedni kezd. Ugye, tehát az elfős az a Jesszut parcufja, amelyik a felső parcuf az Zonnak, az pedig a Zon, az alsó parcuf. És ha így, így működik mindez, akkor a Zon felemelkedik ugyanarra a szintre. Világos? Kérdezi Rav. Ki az, aki nem érti? Te nem érted, mondja Rav? De akkor folytassuk. Tehát a Zon hogy éri el a Jeszutnak a szintjét? Tehát hogyan válik? Hogy történhet ez meg? Úgy, hogy felmelkedik a felsőt, meg kérte a felsőt, hogy hadd legyen olyan, mint a felső. Na de és akkor a felső ezzel adja, de mi itt a cselekedet magában? Én értem, hogy ezt kéri. Az, hogy kér a Jeszuttól egy erőt, amely megváltoztatja a Zonnak a minőségét, tehát a Zon kéri ezt, és a Zon ezáltal össze tud tapadni a Jeszuttal, és fele tud emelkedni. Na, nagypapa, ugye ez a Szaba héberű. Rav, a rajznak megfelelően, nekem úgy tűnik legalábbis, hogy a Gálgata Inaimi az alsónak, tehát a felső rész az alsónak, nem hogy sötétséget kap, hanem valóban az Ahabja kapja a sötétséget, ez helyes így? Még egyszer mondjam. Tehát van a Gálgátája az alsónak, ő nem kap sötétséget a felsőnek az Ahabjától, inkább a saját Ahabja, nem, mondjam, nem. A sötétség az a Gálgáta Neimban érezhető. Most lesajtott rá. Ez itt érezhető a sötétség, itt van a sötétség. És amikor a mannemelés megtörténik, az kiemeli fel az Ahab. Nem, te azt kérdezed, hogy hogyan lehetséges az, hogy az adakozás nevében sötétség van. Hiszen a megszerzésben kéne sötétségnek lenni, nem az adakozás edényekben. Akkor hogy lehet, ugye? Ezt kérdezed. Én azt mondom neked válaszolni, hogy még ezek nem adakozó edények. Nincs is ilyen, hogy adakozó edény, magyarabb. Nem létezik adakozó edény. Az adakozó edény az ugyanaz, mint a megszerző edény. Hanem ezek az edényeken, amik majd az amik megszereznek, de az adakozás érdekében, azaz az ő munkájuk, mindenképpen a kapni akarás, illetve a megszerző vágyakkal való munkát jelenti, és ez azt jelenti, hogy a Gálgáta Naim, hogy sötétséget érez, annak azért van, mert a sötétség az nem az egóban nyilvánul meg, hanem a felső nagyszerűségét érzékeljük sötétségnek. Tehát a fontosságot, a teremtés végső célba tett hitet, ez az a sötétség, amit ők éreznek, hogy ezek az edényekben megjelenik. Ez a fajta sötétség azt jelenti, hogy a felső ráereszkedik, és egy érzést ad az alsónak, hogy nincs is jövő, minden sötét, nem érez semmit. A teremtő, amit eltűnt volna, pedig a felső ráereszkedett. Elhagyta volna. Oké, na de ez a szakadéknak, a különbségnek az érzete? A két szint között. Ez egy érzés, ami az onnak a Gálgátájában megjelenik, amikor a Jeszutnak az Ahabja eltűnik, ugye? Ekkor nyög föl az on, hogy elhagytál, Uram. És ilyen módon kezd el a valódi máz eljutni az on, és ebben a sötétségben egy hatalmas fény jelenik meg, a Jeszutnak az óriási fénye, és hogyha az alsó helyes módon fog viszonyulni ehhez a Jeszuthoz, akkor pontosan ezen keresztül a felső fény kitölti őt, és a felső olyan módon fogja őt kezelni, hogy valóban egy hatalmas cselekedet sorozatban
formaegyezésre kerülnek egymással. Ez a mi világunkban sokszor megnyilvánul. De miért az Ahap emel imát, hogyha a Gálgáta de Inaimja érzi a sötétséget? Az ima, vagy az Ahap és a Gálgáta de Zon, ezek együtt dolgoznak, együtt akarnak fölemelkedni. Tehát valójában mondja, ez a két része a parcoftal, mind a kettő az ima emelésére törekszik. Ezt nem tisztáztuk még le pontosan, miért így van, de mind a kettő a Jeszúthoz akar fölemelkedni. Nem akarok ebbe belemenni, mert mondja, itt van még néhány olyan dolog, amit nem értenétek még meg. Hanok. A Jeszútnak az Ahapja, azok, ezek az edények az adakozásra irányulnak? Az Ahapja a Jeszútnak, azok adakozásra irányuló edények, oké. Okay. És a Gálgáta Enaim de Zonnak, ezek is adakozásra irányulnak? Ezek vágyak, amelyek vagy megszereznek, vagy adakoznak az állapotoktól függően. Oké, okay, de honnan jön a kettő között a szakadék? Tehát ha mind a kettő adakozik, akkor nem értem az egészet. Rav. A kettő között, a két szint közötti szakadék, az mindig fennáll. A kettő közötti szakadék az, amikor valaki egyetemen tanul, vagy valaki az ötödikes. Ez a kettő között a különbség. Ez a különbség, mondja Rav. Tehát én adakozó vagyok, de nyilván nekem korrigálni kell azokat az edényeket, amik nem adakozóak még, és ennen túlmenően vannak edények, amelyek még nem növelték a kitöltéseket, ezek ellentétes törött edények a felső szinttel, az adakozóval. Oké, de ezek az edények a Jeszútban és a Gálgáta Enaimban is megvannak? Nem. A Jeszútban nincsen törött edény. Egyáltalán? Egyáltalán. Tehát törés a Gálgáta Enaim de Zonban történt? Ne, ez sem igaz, amit mondasz. Amikor a Zonról beszélünk, akkor a Jeszúttal való kapcsolatban való korrekcióról beszélünk, amelyik sötétséget és fényt ébreszt felváltva a Zonban, és ilyen módon egy-egy szinten fejjel rángatja a Zont, azaz? Azon feladata, hogy a Malkut mélységi edényeit felemelje meg töröttek, és ilyen módon egyesítse őket. De mi az a dolog, hogy felemelkedni az adakozás szintjére? Mit jelent ez a gyakorlatban? Az adakozásra, hogy még jobban adakod? Na, de az nem úgy van, hogy egy vagy nulla. Tehát, hogyha én összekapcsolódok az adakozással, akkor adakozok, nem? Hogy lehet még jobban adakozni? Igen, de itt van a szinteknek a lényege, mondja Rav. Amely több ezer év, több ezer szintje, tehát te nem tudsz mindent egyszerre korrigálni. Tehát úgy, hogy egy és nulla, tehát nem digitálisan, hanem szeletenként fogsz korrigálni. A Jeszút is ezen a módon működik, tehát nem tárja föl azonnal egyszerre mindent. Hogyha ez történne, akkor valóban mind a Keter, az Ein Sof. Tehát az, hogy fel tudja magát rendesen tárni, az egész rendszert le kell csökkenteni, ez a redukciónak a rendszere, amely a fény lecsökkentését jelenti, és ilyen módon kell elrendeznünk a különböző ráöltözéseken keresztül a fényre és különböző kiterjedési mértékekre. Tehát ezek mind arra irányulnak, hogy felemeljék az legalsó szinteken lévő törött vágyakat. Nyilván csak fokozatosan fog menni. Na, folytassuk, mondja Rav. 23-as pont. És most már teljes egészében megértettek, amit a bölcseik mondanak, hogy az elején a világot az ítélet tartotta fogságban, azaz a Malkut az első megszállításban volt, amely az ítélet minőséget, és a világ, ahogy azt meg, az a Zonde Acilut maga volt, ezt hívtuk világnak, és azt is meg kell érteni, hogy mit jelentett ez a világ, amely a Zonde Acilutból szerzett meg, és ez azért volt így, mert mindez, amit a Zonde Acilutból kapott, az ennek a világnak az emberi által vannak megszerezve, de hogy a Zon ne kapjon meg, ne szerezzen meg, ezek az emberek ebben a világ nem szereztek volna még semmit.
Mert pontosan így van azért, hogy nem tudunk megszerezni a magasabb szintekről semmit. De mivel azonban az onnak a gyökere, az a Tabur de Adam Kadmon alatt van, ahol a Malkutnak az ítéletei uralkodnak, ők nem tudják megkapni a felső fény, számukra nem is létezik az a felső fény, mivel ők a Malkut megszorítása alatt vergődnek, és sőt, ez a világ ebben az értelemben nem is létezhet. Ez a jelentése annak, hogy a teremtő látta, hogy a világ nem létezhetett az ítéletek által, ezért belépett a kegyelem, amely megédesedte az ítéleteket, és ilyen módon a Malkut minden egyes szinten felemelkedett a Binának a szintjére, amely a Midata Haramim, azaz a kegyelem tulajdonságát hordozó szféra, és ebből kifolyólag a Malkut de Jeszut fel tud emelkedni a Bina de Jeszuthoz, és a Bina és a tifelet Malkut de Jeszut egy szinten lejjebb tud majd süllyedni az onhoz, hogy ezt megragadja és feljebb emelje. Ebből kifolyólag a Jeszut Gadlut idejében, amikor a Malkut lesüllyed a Bina de Jeszut szintjéről a saját helyére, és három edény, a Bina, a tifelet és a Malkut de Jeszut visszatér a saját helyére, a Jeszutba, ahogy ez a kezdetekkor volt, akkor a Zon, amely levált róluk, fel tud emelkedni a Jeszut szintjére, és ilyen módon a Zon az a Jeszut szintjével azonossá válik, azaz az ő edényei kiérdemlik a felső fény megszerzését a Jeszuthoz hasonlóan, és ebből kifolyólag meg is kapják a Jeszut felső szintjét, a Jeszut szintjéhez tartozó fényeket, és ezáltal a mi világunk el tud kezdeni létezni. Azonban az ítéletekkel kapcsolatosan, amikor azok összeolvadnak a kegyelmi fényekkel, ami azt jelenti, hogy a Malkut de Jeszut nem tud felemelkedni a Bina Jeszuthoz, és a Bina és a Tiferet Malkut de Jeszut nem tudna visszaemelkedni a Zon, vagy lesüllyedni a Zonért, és akkor lehetetlen lenne az, hogy a Zon felemelkedni a Jeszut szintjére. Ebben az állapotban a világ nem létezhetne, nem tudna felső fényeket szerezni, és ezáltal elmagyaráztuk, hogy miért lényeges a Binának és a Malkutnak összeolvadnia. Én azt gondolom, hogy tökéletesen elmagyarázta a mester, hogy miről van szó. Kérdezzetek, ha van mit, de gyorsan. A Malkut és a Bina felemelkedése mi kezdi ezt a cselekedet el? Itt ezt nem magyarázta el. Hogy mi indít alulról, felülről, nincs ezzel, ez nem lényeges. Mi a valóságnak csak egy nagyon kicsi részét tanuljuk itt most. Később meg majd össze elmagyarázza ezt, de azt most látni kell, hogy itt most nem. Tehát a kérdés az, hogy miért nem tudhatjuk, lényegtelen, hogy hogyan, azaz lényegtelen az oka mindenek, de ugye a Malkut az a Hazadei Jeszutig föl tud emelkedni, és nyilván az Ahabdei Jeszutra is vonatkozó emelkedés, ami azt jelenti, hogy ezek az a sötétben lévő része a Malkutnak, nincs benne fény egyáltalán, kilép a saját szintjéből, és lezuhan ugye a legalsó szintre, ami a Gagazenáim de Zonja, ugye ez a Jeszutra vonatkozik. Tehát első állapot, második állapot, harmadik állapot, ugye itt Rav lerajzolta. De most a második állapotról beszélünk, akkor jön a Gadlut fénye, kitölti az összekapcsolódott Jeszutot és Zont, ezért a Jeszut erőt kap a kapcsolatokon keresztül, vagy azt mondhatnánk, hogy a Malkut de Jeszut az a Hazadei Jeszuthoz visszaemelkedik, és a kettő azonos szintre ér, és akkor a Jeszut az visszatér majd az előző szintjéhez, és a Gagatrain de Zon az összetapad az Ahab de Zonnal, és ez azt is jelenti, hogy ők összetapadásban maradnak, az újra való felemelkedés során, akkor visszamegy a Jeszut a saját helyére, és akkor a Gagatrainaim de Zonja felemelkedik az Ábdi Jeszutnak a magasságába, amely megfeleltethető annak, hogy megkapja Gadlutot azon is, de nyilvánvalóan ez a felső számítás alapján történik meg,
ez emelkedés, és Rahab de Zon, az még mindig katott állapotában, ott nincs fény, tehát ő nem tud még megszerezni fényeket, de emelkedni tud a saját gálgátájával együtt. Ennyi. Ez mondja rá, ezt nevezzük úgy, amit a lecke első részében meg is tanultunk, hogy az igazság útjának a, és az ítéletnek a útjának a követése, azaz a zon számára a jeszút jelenti az igazságot. És az ítéletet is. Tehát nem a Gálgáltanáim de zon, az Áb de zon nem tud felemelkedni az elején, az első lépcsőben mondja rá, mert nincsen hozzáadott ereje ehhez. Meg fogjuk ezt az állapotot majd tanulmányozni, de meglátni. De ne kerüljetek kívül azon, amiről beszél. De egy beszél erről, nem. Én nem láttam erről semmit, higgyétek el. Én pontosan tudom, miről beszélek magyarul. Két kérdésem van, ami ehhez viszonyul. Hogy itt azt mondja, hogy a malhut az az ítélet alatt van, és nem tud felső fényt kapni. Mit jelent az, hogy midat haddin, az az ítéletnek a minősége van? Mi a midat haddinnek a szerepe? Igen, ez helyes, amit mondasz. A második része a kérdésen pedig az, hogy mikor kérdemli a felső fényt a jeszuton keresztül, akkor itt pont az ellenkezőt mondja, Rav. Itt van az ahapnak egy fogalma, azaz az emelkedő ahap. Nyilvánvalóan azt jelenti, hogy itt valami hozzáadás kell, hogy legyen az emelkedéshez. Tehát, hogy képes legyen a felsőhöz kapcsolódni az alsónak az alapja. De egyébként ez az erő meg fog érkezni, mert egészen a végtelenig így fog majd emelkedni a rendszer. Tehát a zon az a hely, tehát az Arampin és a Malkut, amely vak szintet jelent egy pontban. Tehát ha magasabbra akarsz emelkedni, mondja a, akkor emelkedj magasabbra, ha meg tudod kapni a fényeket. De nem értem, hogy hogy lesz az, hogy a Malkut az kormányozni fogja szemben a felsőt. Tehát kormányozza a felső szintet? Hogy történik ez? Tehát hogy lehet itt ezt a munkát elvégezni? Nem, te nem tudsz csinálni semmilyen munkát, magyarabb, mivel az ítéletnek a minősége behatárolt téged, és azt mondja neked, hogy a te pillanatnyi állapotodban nem tudsz semmilyen műveletet végrehajtani, ami adakozó, azon túlmenően, ami a te állapotod, mit tudsz tenni? Emelkedni. Emelkedni és adakozás cselekedet végrehajtani, úgy, mintha te lennél a felső szint. De hogyan... Mit jelent a Midat Hadin? Tehát ugye nyilvánvalóan az ítéleteknek az ereje. Tehát a világ valóban az ítélet erejével lett megteremtve, és ezt kell megváltoztatni. De ez nem világos az ám, mit jelent a Midat Hadin? A Malhutban mondja Rav, a világ ugye kapnakarásnak megteremtve, ez az elsődleges dolog. Tehát mindenek előtt a megszerzési vágyát teremtőnek a teremtője, akkor még nem volt sem alkot semmi. Van egy hatalmas megszerzési vágy, amelyet megteremt a teremtő, és ezt a fény elkezdi fejleszteni. Ezáltal ez a megszerzési vágy, ez megszorítás alá fog majd kerülni. Ez a kezdet az ítéleteknek. Mert nem tud önmagának megszerezni egyáltalán, hiszen ki lesz ebből zárva, és ezen a módon, amikor ez elkezd így működni, akkor megszerez csak az adakozás érdekében, azaz megkapja a felső fénynek egy kis részét, nagyon kis adagban, mert ő csak nagyon kicsi részét képes adakozásra használni. Tehát mondja rá, akkor mi lesz itt végrehajtva? Mi történik? Egy integráció jelenik meg, egy összekapcsolódás a Bína és a Malkut között, ahol a Malkut egyfelől uralni tudja a Bínát, és ezáltal uralni fogja a Bínának a minőségének egy részét, illetve másik oldalról a Bínának a minőségei uralni fogják a Malkutot, ez az összekapcsolódásoknak és a minőségi kapcsolatoknak a lényege, a kegyelemnek és az ítéletnek az összekapcsolódása. Tehát egy időben a Malkut
עצמה ומתקנת את המלכות, ומלכות מקבלת בזה תכונות... פלוריק הבינהוז, ידזיירבה. כן. Aztán utána másik dolog történik, a bína uralkodik a malhut fölött, leereszkedik, és ilyen módon a malhut a bínának az erejét kapja meg. Oké, de annak megfelelően, hogy mi látunk a világban, ez az ítéletnek a minőségeit jelzi, a ítélet működését. Én most nem beszéljünk erről, mondja Rav, hanem azt vegyük észre, hogy a malhutnak a minősége az ítéletnek felel meg. Mit jelent az, hogy a malhut felemelkedik a bínához, és ezért a malhut és a tum, ez pedig leereszkedik majd a zonhoz? Tehát miért történik az, hogy a malhut, tehát még egyszer, tehát miért van az, hogy a malhut felemelkedik a bínához, és aztán pedig mind a kettő lesülje, de nem értem a kérdést, mondja a srác. Már belekavarodtak, hogy olvassák, ezt Los Angeles-be tették föl. Tehát a malhut miért ereszkedik, miért megy a bínához? Azért, mert ez ugyanez a dolog, mondja Rav. Ugyanaz, tehát a malhut fölemelkedik a következő parcuf hazéig. Ez azt jelenti, hogy valóban a malhut emelkedik, de többé nem lesz az előző szint. Tehát a kérdés fals, helytelen. Tehát a malhut fölemelkedik valahova. Ez azt jelenti, hogy amikor visszaereszkedik, soha többé nem fog ugyanoda visszaereszkedni, más minőségűek lesznek, mivel leereszkedik. Nem értem pontosan. A kettős és a hármas közötti átmenetet a rajzom. Tehát látom az ahapja Jeszutnak, bele van foglaltatva az ahap, a zon, de hogy emelkedik fel miért van az, hogy a zonnak az alpja is felemelkedik? Ír erről itt bármit van, azt mondom, nem mondja, srác. Ne, Rav. Nincs itt írva erről a büdös szót, sem miért kérdez engem. Arról kérdeztek, amire van itt írva. Mit gondoltok? Nem tudjátok. Én sem tudom, mondja Rav. Tehát nyilván összetapadásban van a zon, az egy parcuf, a felső és alsó része kapcsolatban. Első és utolsó pillanatod. Na rajta. Na de ki az, aki hordozza a Jeszutnak a parcufát? Abba-Vaima. És ez akkor... És az, ami ma felé irányul is. Oké, na de akkor az azt jelenti, mintha a nagypapa fontosabb, mint a papa? Igen. Ezért látom, hogy a világot ellentétesnek? Hogy van ez? Nem értem, mondja Sár. Rav nevetve mondja. Én nem állok ma erre kész, hogy ezt így magyarázzam el nektek, magyarabb, mert csak belekavarodunk. De a lényeg az, hogy a zonnak a felemelkedése és munkája, a Jeszut által történő felemelkedése és munkája, ez... Itt nagyon sok kifogást lehetne mondani, hogy miért így történik, de az Abba-Vaima, az apa és az anya partufjai tesznek azért annak érdekében, hogy a zon egy olyan állapotra jusson a fiú, ami a tökéletesség felé való haladás jelenti. Azaz, amikor a felső, amely valóban a Jeszut, de ez a Jeszut azon a fajta módon dolgozik, hogy az apa és az anya partufok együtt kormányozzák ezt a Jeszutot. Jeszutot ők irányítják. Nem tudom ezt főleg világosan elmagyarázni, de a kérdés helyes, amit mondta, 100%-ig. Nagyon magától értetődő, hogy az Abba-Vaima az, aki a Jeszutot mozgatja. Az Abba-Vaima az egy olyan fajta rész, ami nem tud a zonhoz fordulni közvetlenül. Mert az Hokma és Bina szó szerint így nem tudják megérinteni a Zerampin. A zon pedig a test, annak a teste, annak a parcufnak a teste, amit befolyásolni kell, és az, ami a gufot mozgatja, az a Jeszut.
Itt vannak persze más felosztások is, de most nem menjünk bele, mondja rab. Ugye, amelyik az acélút világának a felosztását megjelenik. Meg fogjuk majd látni, de hogyha megragadjátok a 10 fél a tanulmányát, akkor az Jeszútról alig beszél, a 8-asban beszél valamit, az acélútról csak annyit mondta, hogy ott van az Abba Veima, és ezt kész, többet nem mond. Tehát van az alsó része, felső része az Abba Veimának, és ennyi. Oké, mondja Rav. Na, folytassuk. Rav, az alsó, amikor felemelik a felsőhöz, akkor azért teszi ezt meg, hogy még adakozom legyen. Rav, igen, fiú. Már meg fogjátok látni, hogy miért nem akarok én ebben mélyebben belemenni. Mert a kabala bölcsőségnek a mélység ebben rejlik. Oké, nem akarok most belemenni mélyebben, mondja a srác, de mikor érzi igazából a zonna felsőt? Amikor felemelkedik, vagy amikor visszasüllyed? A zonnak egyszer a szintjét kérdezed? Igen, tehát hogy mikor kapja meg az adakozásnak a jobb, az előteljesebb minőségét? Amikor felemelkednek együtt, vagy amikor visszatér a saját helyre? Nem, magyarabb. Amikor felemelkedik a felsőhöz, akkor ugye megragadja a felső, de úgy ragadja meg, mint egy gyermeket. Tehát úgy emeli föl. De hogy mi történik utána, nem tudjuk ezt elmondani. Mert valójában nem ereszkedik vissza semmi, sehova. Tehát itt ugyanaz a fénnyel fognak visszaereszkedni, amit az visszasüllyedni, amit az emelkedéssel megkaptak a Jeszútól. De itt az acélútban minden korrekció valójában a lesüllyedéskor történik, ezt látnotok kell majd. És ez egy nagyon fontos tudás, hogy mit jelent az Ahab számára ez. Az Ahab itt, az még nincs cselekedetben, a Gágazanaim Zonnak, az az Ahab de Jeszúthoz kapcsolódik, így van, magyarok. Na de csak a Gágazanaim ereszkedik, akkor mi van az Ahabbal? Az Ahab nem emelkedik. Mit jelent ez? Az, hogy egyik részt felemelkedik, a másik nem. Ez olyan, mintha ketté szakadnának. Igen, így van, mintha eltörölnénk ezt az alsó részt. Mondja, Rabbe is rajzolta. A spiritualitásban nem mindennek azon a szinten kell lenni minőségileg. Tehát mi ezt tanuljuk, tehát minden a gadlut állapot, a kadlut állapotában kezdődik, az olandani kudimban. És ennek aztán majd kadlutban kell lenni, hát a kettes az abaimban dolgozik, később pedig majd a holam, amikor a fény a tabiron keresztül a keterből az alsó szintek keterjei élővé válnak, és akkor az Abba Veima felemelkedik gadlutban a keterekkel együtt, azért, mondja Rav, mert hát itt most lerazolok. Tehát itt van a keter, ott van ahol az Abba Veima, és azon ugye az Abba Veima, az a hokma és a bína együtt, ugye nem zavarodjunk meg. Azon meg a Zarampin, és ott van a Parsza. Ugye, tehát így van lerajzolva ez. Tehát jön a fény, belép, ez egy általános rajz, amit most nyomott rab. Tehát ez az, ugye az Ahapja Keternek gadlutba kerül, az teljes fényt kap. A gadlut semmi más nem jelent, mint az, hogy mind a kettő fényt kap, ez a Beina Alefnek a szintje, és akkor fényt kap az alsónak a gágátája is. Majd jön egy másik fajta fény, ami kitölti az alsónak az alsó szintjét is. Tehát ez mind ebből fakad. Ez az, hogy ezt a dolgot meg kell tanulni. Tehát, mi van az ahapokkal? Nincs is ahap, mi nem is beszélünk az ahapról, magyarabb. Nyilvánvalóan egy része fényt kap, és mit mond, honnan számítjuk a gadlut? A gadlut, ugye ezek a keternek az edényéről beszélünk itt. Tehát a keter hokma bína edényekről beszélünk, az a Abba Veima, vagy a Gágát vagy Leimről is beszélünk, amely keter hokma bína. Ez az Abba Veima párcufiában így nyilvánul, meg ott ugye az van alul. Tehát van a Gágát vagy Naim, és ezek pedig az onnak az edényei, amely a keter az onban. Tehát a Gágát vagy Naim és az Ahab ilyen módon együtt, vagy az Ahab fényeket kapnak, kitöltése kerülnek, és ők együtt 10 szférát alkotnak, 10 szférát,
És akkor, amikor a 10 fira összekapcsoljuk a Gálgáz Naimba, akkor ez a Gálgáz Naim mutatja Rav rajz, a piros pöttya a köröd. Ez a Gálgáz Naim az Abaveimán belül leválik a saját ahapjáról, és a felső szintnek az ahapjához kapcsolódik, a keter ahapjához. És akkor ez 10 fira, és akkor ez egy parcuf a kettő. Oké, és mi történik az ahappal, amit ott berajzolt Rav? Hát mi történik ez az ahappal? Pontosan olyan az, mint az előző. Nem tudjuk, itt nincs erről szó, mert nem játszik a játékban. Nincs, nem lényeges ez. És itt van egy 10 fira, amely egy parcufot ad, és ez nem felülről lefele süllyed, hanem horizontálisan kell ezt látni. Tehát 10 teljes szfírát ad az felsőnek az alp és az alsónak a gágátája. Ugye ez egyfajta parcuf, a katnut parcufja ennek a kapcsolatnak. Erre könyveket lehetne írni erről, csak erről a témáról. Amikor két szint között egy ideiglenes parcuf jön létre, és ez az ideiglenes parcuf hordozza az alsó számára majd a korrekciós erőt. Megint sose hallottuk ezt, csak mondom, legalábbis amióta itt vagyok. Tehát az első fajta katnut a sötétség? Hát a gadlut hogy lehetne te sötétség? Akkor mi a sötétség? Rav. Nincs egy sötétség itt. A sötétség az akkor van csak, amikor a Jeszutnak az ahapja ráereszkedik a gátlanem, de zonra. Amikor ők zuhannak, akkor sötétség lesz. Mint ahogy mi is a sötétségben érezzük a zonásnál. Honnan származik a sötétség? Azt, hogy nem érzem önmagam, érzéketlen vagyok, és ez azt jelenti, hogy én kizárólag a felső erőt érzékelem, és erről van mondva, hogy ez minden szinten így van, nem csak egy szinten, hanem én mindig csak a felsőt érzékelhetem. Ha a sötétséget érzékelek, az azt jelenti egyébként, hogy a felső sötétséget fordít felém. Mit jelent a felső sötétsége? Az, hogy közelebb került hozzám. Mert ő lecsökkenti a fényét azért, hogy kapcsolni tudjon. Tehát amikor a felső egyre jobban ragyog, akkor egyre távolabb van tőlem. De nyilván távolról ragyog. Amikor a felső leereszkedik az én szintemre, akkor iszonyú sötétséget fog felém sugározni, és ha én ez a sötétséghez akarok tapadni, csak is ehhez, azért, mert tudom, hogy ez a felső szint, és én vele akarok emelkedni majd, ha összetapadunk, ez azt jelenti, hogy bennem egy akarat, egy szándék jelenik meg arra, hogy értelmfeletti hitel oda tapadjak, én a felsőt akarom, ez a jelentése annak, hogy a felsőbe akarom befoglalni magam, hogy én mindent akarok, amit a felső akar, annélkül, hogy érteném, hogy mit csinál, csak adakozni akarok én is felé, ezt nevezik értelmfeletti hitnek, amikor én meg akarom szerezni azt az edényt, az adakozásnak azt az edényeit, amelyek a saját értelmen felett helyezkednek el, és minden, ami most navigál engem, előre visz engem, az értelmemen keresztül, amerre én menni akarok, azt tulajdonképpen a felső erőnek az értelme határozza meg. És akkor én behúnyom a szemem, mondja Rav, és követem a felsőt, és akkor kezdő el felemelni engem. Mit jelent, hogy felemel engem? Ad egy lehetőséget a számomra, hogy lenullázzam magam egyre jobban és jobban, egyre nagyobb sötétséget érezzek, hatalmas sötétséget. Ez a sötétség aztán majd hatalmas fényé válik a számomra. Mert történik egy pszichológiai transformáció, és ahelyett, hogy én a világot a saját perspektívában kezdeném el látni, a saját megszerzési edényemből, hirtelen az adakozási edényemből kezdem el ugyanazt látni, és akkor a sötétség hatalmas fényé fordul. De ez nem olyan, mint ami előtte volt, amikor egoista tudásfénye vett körül az előző egoista örömökkel, hanem sokkal inkább egy újfajta fényt érzékelek, újfajta módon. Ezért mondják azt, hogy uram, a fényedben látjuk meg a fényt magát. És akkor, mondja Rav, előre haladunk ezen a módon. Az adakozásnak az edényei, ahogy ezt nem korábban mondta, nem is léteznek. Tehát akkor ez nem is igaz edények. Ez így van, mondja Rav.
Nagyon azért, mert nincs olyan, hogy adakozási edények, itt ez egy ellenmondásos terminológia, tehát ilyen nem létezik. A valójában az adakozás edényei, azok a kapni akarás edényeinek, a megszerzési edényeknek egy megnyilvánulása, amelyek korrigálva lettek, tehát képesek adakozás érdekében megszerezni. De mi nem tudunk más cselekedet tenni, mint a megszerzést. Tehát, hogyha azt mondod nekem, hogy adakozzak valakinek, akkor ezt nem tudom megtenni. Hát mit jelent az, hogy adakozás? A mi világunkban, tehát én fogok valamit, és adom neked. Nesze itt van. Adom neked egy ajándékot, egy áldozati ajándékot, ez működik. A spirituális világban te nem tudsz ilyen dolgot tenni, mert a spirituális világban semmi nincs, amit te oda tudnád a teremtőnek. Nincs edényed rá, tehát, és neki meg nincs megszerzési edénye, csak az attitűdet tudja érzékelni, mivel felé fordulsz. Az attitűdet adod, a te hozzáállásodat adományozod. A munkánk az, hogy hogy szerzek meg a teremtőtől, annak érdekében, hogy örüljön neki. Ezért mondjuk azt, hogy az edények mindig megszerzési edények, és a szándékunk adakozók egy legyen mindenek felett. Oké, na akkor a sötétség, akkor kérdez valamit, az a megszerzési edényekben érvényesül, persze. Ezek a megszerzési edényekben érzeked a sötétséget, és szándékok tárulnak fölött ilyen téren. Oké, na de van a megszerzési edények sötétségében öröm? Amikor én legalábbis úgy érzem magam, hogy sötétben vagyok a felső erő sötétségében, akkor nincs olyan kiegészítő erőm, de én ráébredek, hogy a sötétség az a gyengeségemből táplálkozik, és azért érzem sötétnek, mert nincs visszavert fényem, de nyilvánvalóan a teremtőhöz tudok fordulni, és az felém irányul a szeretetből, elfogadja a kérésemet, és elkezdi a viszonyát hozzám kiigazítani, hogy érzékeljen. Oké, na de akkor az adakozási szándék, ami a visszavert fény nélkül hogy tud megnyilvánulni? Ez jelenti az adakozásnak a szándékát? Nem, mondtam neked, nem. Tehát valójában ez nem sötétség, te érzéked annak, hogyha meglenne az adakozási szándékod, akkor ez hatalmas ragyogás lenne. Tehát ez mind bennünk zajlik, amit itt megbeszéltünk. És hogyha van adakozási szándékok, vagy nincs, ez a kérdés. Oké, és a megszerzési szándékok van, az létezik a sötétségben? Nem. A megszerzési szándék az a klipa. A klipa nem ér a sötétséget. Hát a klipa nem érzi a sötétséget. A klipa mondja a... A klipa számára a sötétség az más, az örömnek a hiánya. Ez a különbség, ez különbségre sötétségről beszélünk. Van a sötétség, amely az adakozásból ered, amely az adakozás erejének a felfedezéséből ered, hogy adakozunk a teremtő felé. Tehát attól függ minden, milyen fajta sötétségről van szó. Tehát beszélhetsz a sötétségről, mert valamit nem szerzel meg, vagy azért, mert nincs lehetőséged adakozni a barát felé, az is a sötétség. Ez a Tikkun Kavim, ez a következő rész. Én majd olvasnak. A Tikkun Kavim 24-es rész. Az első három parcufi az Adam Kadmonnak, amely Gágáta Abszag, amely szférák egyetlen hatalmas vonalban állnak egymás mellett, egyik a másik után. A Nikudin világában a Tabur Dadam Kadmontól lefelé vannak ráöltözve a Tikkun Kavim, az a korrekció vonalára, az ő gár részük, azonban az alsó csak az alsó hét szférában érkezhető ez, és az Acilut világában a Tikkun Kavim a hét alsóbb szférát nyilvánítja meg. Még egyszer olvassák ezt. Tikkun Kavim az a korrekció vonala. Tehát van három parcifa Adam Kadmonnak, amelyek Gágáta Abszag, ez a tabur fölött állnak, és a szférák egyetlen vonalban vannak elrendezve, egyik a másik után. De a Nikudin világában a ráöltözés a tabur Adam Kadmontól lefelé nyilvánul meg, amelyet Tikkun Kavimnak a korrekció vonalának nevezzük, az ő gárjukban, azonban nem az ét alsó szférájában, azonban az abszolút világában a Tikkun Kavim a szintén az alsó ét szférában nyilvánul meg. Azaz mondja Rab, hogyha a Nikudin világában nem csak a gárban, hanem a zádban is megtörtén a korrekció, akkor nem lenne törés, mondja Rab. Azért, mert a dinnek és a rámimnek az összeolvadása az egyensúlyban lett volna, tehát az edény és a fény balanszban lett volna.
És, az, ami, és a rozsban másfajta számítások nyilvánultak volna meg. Tehát mert a rozsban a fejben mindig három vonal van, Hokma, Bina és a Dát, és nekünk állandóan kalkulálni kell, hogy a megszerzés adakozás érdekében, hogy működik minden szférában, és a parcuf általánosságában nincsen benne az a tény, hogy a korrekciónak, a korrekció vonalának a hiánya a gufban. Tehát ezért van az, hogy az, hogy az Adenikudimnak az edényei eltörtek. Az át, ugye ez mindig a lassú megszerző edények. Tehát a rossz az megmarad, a gár az meg a adakozó rész. Tehát a teljes párcuf a Nikudim világában az eltört, a házétól lefele, a pársza alatti rész, ugye az a házeit, és a pársza fölött pedig ott nem volt törés. Tehát a Hagat de Zon az eltört, miután neki a Nehide Zonhoz kellett kapcsolódni, azonban a rossz, amely a Nikudin világának a rossz, tehát a Keteraba Veima, ott a Dátnak a szfirájával együtt, amelyek megtartották a három vonalat, és ők meg is maradtak. A rossz az megsérült, de nem tört el. Később pedig majd, magyarán, abból a tényből kifolyólag, hogy a Zaddenikudimban volt a törés, akkor figyelemben tudod, azok, ismerhetjük meg a törésnek az okát, és így lehet az acélt világában a korrekciót képíteni. Tehát mind a gárban és a zádban megindul a korrekció, a vonalak mentén, a din és a rahámi, az adakozás és a megszerzés összekeveredik, új szfirákat építenek, új parcofokkal, egyensúlyba kerülnek ezek, és akkor nem történt meg újra a törés, és megindult a korrekció. Tehát ugye nagyon nehéz tudni, hogy melyik edényt kell összekapcsolnunk, és hogyan kell korrigálnunk ezáltal, hogyan korrigáljuk az edényeket egészen addig, amíg nem tudjuk, hogy milyen módon és milyen helyekre kell ezeket felemelni. Tehát horizontálisan is, és vertikálisan is. És ilyen módon fog az acélt világa felépülni. Igen, kérdés. Mi az alapvető elv, ami itt új, a második megszületés után? Tehát, hogyha a Tikkun Kavin nézzük, a Malchut erőt tud kapni a Binától. Amikor a Malchut meg tudja szorítani a Binát, és azt tudja mondani, várjunk már egy kicsit, mondja a Binának, vagy egy kicsit többet, vagy egy kicsit kevesebbet, de adj nekem a korrekció érdekében. És akkor az erők és a fények együtt kezdenek el dolgozni, a Bina Malchut, mind a kettő, ez nagyon fontos kapcsolat, mivel ez egy kölcsönös kapcsolat jelent a kettő között, mivel a Bina az az értelmet adja a Malchutnak, az kezdettől fogva, és a Bina ilyen módon a Malchuthoz kapcsolódik, és ez egy folyamatos kapcsolatot jelent a saját gyökerével a Malchut számára, ez a Binán keresztül, és ezért a Bina Binán keresztül lehet érni a Ketert. Az elv, mondja a hogy nincs más korrekció, csak ez, amit itt nyújtunk. Tehát a Cincum Betet megelőzően az acélut világából kiindulva, minden, ami történik, az azért történik, mert ez egy felkészülés jelent. Cincum Alef, Adam Kadmon, a Cincum Bet, az az edények törése a Nikodim világában, melyek aztán eltörlik a Cincum Betet, a második megszólítást, és ilyen módon az Abia világai összeolvadnak, és ezek mind csak felkészülések, és itt kezdődik az Acilutnak a kialakulása, a korrekció világának a kialakulása, és ezáltal megjelenik az a hely, ahol egyetlen pontban de megjelenik majd a mi világunk létezés. És a kabbalisták számára, ugye a kabbalisták nem beszélnek az acélut világáról, ők csak az acélut világát megelőzően, és az acélut világ, amikor már megnyilván lefele. Tehát nekünk magára az acélutról nem értnek túl sokat. Azon, amit elértek, ebből az is következik, hogy a kabbalisták többsége az Abia világai tudta megismerni. De mi a különbség? Tehát mit jelent az, hogy egy vonalban vannak rendezve ezek a szférák?
az egy vonal azt jelenti, hogy van a bal és a jobb, és a Din és Aramim még nem olvadt össze, tehát a Malchut hozzá tudja igazítani magát az saját erejének megfelelően a Binához, és ezzel egy időben megjelenik egy kombináció kettő között, és akkor minden egyes szférában megjelenik a Binás a Malchut kapcsolata egy különleges módon. Tehát az minden szinte megnyilván, és akkor ki fog derülni, magyarabb, hogy három vonalunk van, valódi három, igazi három vonalunk. Ez a Hesed, Din és a Rámim, tehát a kegyelem, az ítélet és a kegyelmesség, és ezek, ez a helyes kombinációval lehet kormányzásra a teremtővel. Tehát ez nem azt jelenti, ez nem jó cselekedetből derül ez ki, hanem az, hogy a Malchutnak nem lenne ereje a cincum alatt fel megvívni, és ezért tekintető mindez úgy, hogy, hogy a világot az ítélet teremtette. Tehát a világ nem létezne, a mi világunk, ugye? Tehát én, hogyha nem jönne a kegyelmesség, és ez nem lépne be a kegyelem, és ezáltal a vágya korrigálhatóvá válna. Különben a szétválasztás örök maradna, és minden egyes korrekció az ítéletek által elkerülhetetlen lenne. Tehát a Midrash Harámimot úgy is nevezzük, hogy a Malchut a cincum bet hatása alatt. Az a kegyelmi állapot. Hiszen a Bína kegyelmi fényei tölti ki. Ez az, mondja, amiről itt rettetesen koncentrálódon beszéltünk. Nyilván a kérdések milliárdjai jelentnek meg. Nagyon ezzel a válaszolni is. Majd adagról adagra megértjük ezt. Oké, vagy a raftát, akkor a Malchutnak a felemelkedése a Binához, aztán az alapnak a felemelése a Gágat a Réjáimhoz. Tehát nem kell, hogy meglógjuk ez alól. Jó, ha megismerjük és megértjük, hogy mi van itt szó, akkor menjünk a következő részre, vagy van még egy kérdés. Tehát a lecke vége felé haladunk, de én azt érzem, hogy én leváltam, mert az anyagról alig tudtam fókuszálni, alig tudtam követni. Tehát helyes azt kérni, hogy ne azt kérem, hogy megértesem, hogy benne maradta csak. Hogyha egymásra összekapcsolatok, érteni fogjátok magyarul. Tehát ha a legkisebb is a nagyhoz kapcsolódik, akkor megkaptad a mindent. Azaz, hogyha nincs rossz, nincs feje. Cvikának például egy hatalmas feje van, magyar, tapadja az a Cvikához, de ezt azért nem vétek nagyon komoly ajánlásnak, magyar. És akkor... azt fogjátok belélegezni, amit a felső szint. Tehát az ő kilégzését fogjátok belélegezni, az ő tudását, már nem a cukáját, hanem a felső szintjét. Tehát, és akkor nem lesztek álló helyzetben, hanem együtt lélegeztek kilégzés, belégzés a felső szintet. És hatalmas örömet tudtok ezáltal megszerezni, mert ezek mind a felső gyökérből származó erők, és minél jobban megköpetek az erejét, annál többet tudok ebből összegyűjteni, mivel ezek nem a megszerzési edényekben érkeznek meg, hanem az alkotás gyökeréhez tartoznak. Menjünk át a lecke következő részére, de előtte énekeljünk egy של מה הטעם בחיים רק אם נתאחד נצא מהסדרה עכשיו אנו אומרים נעשה וגם נשמע רק אם נתאחד נצא מהסדרה עכשיו אנו אומרים נעשה הכוח ורצון להתחבר על הכל ביחד נתגבר נטפס על הסולם אנחנו לא נוותר תן לנשמה להתעורר
השיטה לפוצץ את המחיצה נקבל ערבות נחזק את הקבוצה עכשיו אנו אומרים נעשה וגם נשמע נקבל ערבות נחזק את הקבוצה עכשיו אנו אומרים